A többi között animációs és horror filmet is készítettek a Ripple-Rónai Művészeti Intézet hallgatói a záróvizsgájukra. Köszöntöm a Géniusz nézőit. Mai adásunkban a filmekről is beszélgetünk. Ezen kívül a Latinovics estre is ellátogatunk. Kiderül, mitől lehet népszerű a citera hangszer, és a Toponár mindennapjait bemutató tárlatot is meglátogatjuk. Ezekkel a témákkal várom ma Önöket. Érdemes velem tartaniuk. A többi között animációt, játékfilmet, horrort és akciót is készítettek a Mate Kaposvári kampuszának Ripple-Rónai Művészeti Intézetének mozgóképkészítő szakos hallgatói. A diákok nemrég adtak számot tudásukról és mutatták be vizsgafilmjeiket. Mikics Fanni és Eckert Lili egy horror animációt készítettek. Azt mondják, nagyon élvezték a munkát, igaz többféle kihívással is szembe kellett nézniük. Azért érdekes, mert magát a slasher horror témát választottuk. Az animáció és a slasher horror témája eléggé különleges, mivel nincs nagyon példa rá, hogy valaki ilyet csinált volna már. Emellett mi egy lópoli technikát is alkalmaztunk, ennek az a lényege, hogy kis poligon számú modellekből áll az egész 3D-s alkotás, és így ezáltal mutatjuk be ezt a történetet. A története igazából végig olyan, mint egy normális slasher horroré, végigkövető, hogy a gyilkos megöl mindenkit, és igazából így ennyi. Az animáció elég hosszú folyamat amúgy, tehát ez is több mint fél éven keresztül készült. Főleg az animálás része, amikor megmozgatják a karaktereket, azt tart nagyon sokáig, ezt a társam Lili készítette végig. Alapjáraton pedig a második fél évünktől már volt 3D a tantárgyaink között, így onnantól egészen mostanáig az utolsó fél évig tanították ezt nekünk. Eleinte minél realisztikusabb ábrázolásmódot tanították, és próbálták így rávenni minket, hogy minél olyan témába alkossunk, viszont ezt követően pedig már mindenki választott saját stílust, ilyen volt például a Lókpoli is egyben. A hallgatók azt mondják, a filmkészítés során számos új dologra kellett odafigyelniük. Lényegében a folyamat azzal kezdődött, hogy karakterterveket készítettünk moodboarddal, ami annyit jelent, hogy filmekből szedtünk ki képeket, karaktereket, hogy kit akarunk nagyjából így stílusilag megjeleníteni. Utána megkértünk valakit, hogy tervezze meg, átkerültek 3D-be, majd hát nekiálltak mozogni 3D-ben, ami nem volt rövid folyamat, mert ha jól emlékszem, lekerekítve egy hónap, órákban összeszámolva egy hónapba tellett az egész mozgatási folyamat, illetve utána még, ami a 3D-nek egy kis hátránya, hogy ki kellett renderelni, tehát képkockánként ki kellett menteni az egészet, és ez azért sikerült ilyen gyorsan, mert a Fanni össze tudta szedni a haverokat, barátokat, akiknek elég jó számítógépük volt ahhoz, hogy ki lehessen ezt renderelni. Jelenleg inkább a videójátékok világára koncentrálok, mert ott tudom hasznosítani jobban ezeket a tanult dolgokat, amit én nem csak a suliból, hanem még előzőleg középiskolából és amúgy is autodidakta módon összeszedtem, mert a 3D-vel szeretnék foglalkozni. Mi ez? Opel Kadett? Ahelyett, hogy örülnének, hogy megszabadulnak attól a roncstól. Na ja, azért a munkástére meg én voltam a vétlen. Csak aztán felülvizsgálták a dolgot, és kiderült, hogy én vagyok a utas. És érted szerint, hogy mi normális? Ahó, van bent valami? Bazd meg, és nektek lett bajotok? Nem. Elrántottam a kormányt, aztán belebaszultunk az árokba. A hallgatók többféle animációt és játékfilmet is készítettek, segítségükre volt Csoma Sándor filmrendező is. Szerencsére nagyon, nagyon izgalmas filmek születtek, egészen az animációtól, a dokumentumfilmen át, egészen a fikciós filmig, szóval nagyon izgalmas vetítést láthatunk majd most, nagyon sokféle műfaj jelenik majd meg a nézők előtt. Igazából talán azzal kapcsolatban, hogy mi foglalkoztatja őket,
érezhető a műfaji filmek felé való érdeklődés is. Nyilván vannak olyan aktuális kérdéskörök, aktuális problémák, amikkel így a korosztályukban találkoznak, de vannak egészen a korosztályútól független, és talán a mai kortól is független, ám de technikailag viszont a mai kor kívánalmait kielégítő alkotások, amik tényleg inkább a műfaji, akár a thriller, akár a horror, akár a vígjáték, vagy a romantikus film műfaján belül lavírozik, és terem meg egy nagyon izgalmas elegyet. Úgyhogy sokféle filmet fogunk látni, én ennek nagyon örülök, hogy ilyen sokfajta az érdeklődés is, és hát ez visszatükrözi, hogy mennyire sokfélék ezek a diákok is, és remélhetőleg ilyen sokféle filmet fognak majd készíteni később is, amikor majd esetleg nagyobb lehetőségekhez jutnak. Több filmes egyetem is létezik itt Magyarországon, úgyhogy van egy verseny, egy ilyen egészséges konkurálás, egy egészséges versenyhelyzet a diákok között is. Vannak kis filmfesztiválok, ahol ezeket meg lehet méretni, és össze lehet mérni a tudásukat. Én azt gondolom, hogy ez a mostani évfolyam ez majd méltán méretheti meg magát ezeken a fesztiválokon. Hát, hogy mitől jó manapság egy film? Én azt gondolom, hogy teljesen kortól és országtól függetlenül, vagy témától függetlenül jó tud lenni egy filmalkotás. Itt tényleg a művészi kvalitásnak a magas foka a mérvadó, és azt hiszem, itt most születtek olyan filmek, amiket bőven a jó kategóriába tudunk, és nagyon jó kategóriába tudunk sorolni. Úgyhogy ennek nincsenek, azt hiszem, szabályai, tényleg az, hogy minőségileg magas színvonalúak legyenek. Csuma Sándor a Magasságok és mélységek című film után most könnyedebb témán dolgozik, és egy dokumentumfilmet is előkészített már. Verses zenés estet tartottak Latinovics Zoltán emlékére a kaposfüredi Szűz Mária Efézusi házban. A rendezvényen a színész legenda írásaiból összeállított műsort hallhatott a közönség. A többi között olyan művészek előadásában, mint Bence Ilona, Trokán Péter, Tolcsvai Béla vagy Heinzinger Miklós. Valami érzés, gyönyörű szépet, valami hangot, valami képet, napfénye csetje, napsugár húrja, valami újat, valamit újra, valami ősit, valami égit, valami hősit, valami régit, valami földit, valami gyarló, fagyöngyöt vágó, holtsugár sarlót. Hetedik és egyben utolsó állomása volt Kaposfüred annak a programsorozatnak, mely Latinovics Zoltánnak állít emléket. Mindegyik helyszínen olyan előadók léptek a színpadra, mint Bence Ilona színművész, Trokán Péter színművész, Heinzinger Miklós, Liszt Ferenc díjas előadó művész és Tolcsvai Béla Kossuth díjas zeneszerző. A rendezvénynek a Szűz Mária Efezusi házának udvara adott otthont. Magáért beszél a helyszín, a békesség, a nyugalom, a kápolna, amit található, ez mind lehetőséget ad arra, hogy egy ilyen új kezdeményezésnek, amit mi szeretnénk elindítani, megvalósuljon. Az az elképzelésünk, hogy a jövőben az Efezusi Mária házat felhasználjuk arra, a szép környezet adta lehetőségekkel, hogy Kaposvárnak, mint egy ékszerdobozának nevet, hírnevet és bemutatkozási lehetőséget biztosítsunk. Szűz Mária utolsó éveit Efezusban töltött, és onnét vétetett a mennybe. Majd ugrunk 2000 évet, és a 2000-es évek elején Török Marccal atya megálmodta azt, hogy ennek a háznak itt fel kell épülnie. Miért? Magyarország a szűzanya országa. Tehát valahol lakni is kellett a szűzanyának, és így kerül ide Kaposfüredre az Efezusi ház. Mindamellett, hogy ez egy zarándokhely, nagyon fontos kulturális szerepet kell, hogy betöltsön nem csak Kaposvár, hanem Magyarország életében is. Ha látom, egy az ember s a növény, egy azon ég húzza föl, s rontja le.
friss nedvben ragyog, lankad túl delén, skopik daliás emlékezete. A múlás eszméje mindig előragyogtatja legdúsabb tavaszod, melyben küzd már a romlás, s az idő, hogy mocskos éjbe folytsa szép napod. S küzdve az idővel, mely elragad, mert szeretlek, én feltámasztalak. A műsort a színész legenda írásaiból állították össze. A dalokat Heitzinger Miklós és Tolcsvai Béla írta. A Kossuth díjas magyar gitáros zeneszerző egy olyan saját szerzeményt is magával hozott az alkalomra, melyet Latinovich Zoltán halálának másnapján írt. Azóta sem hangzott még el ez a zene. Az utolsó színpadjait csináltuk együtt Latinovich Zoltánnak halála előtti napokban. Emiatt emlékszünk rá 37 évvel ezelőtti. Most is, ahogy jöttünk, bementünk a Szemesi temetőbe, mert úgy, ahogy ő mondta, a verset és a szót, az igaz szót, azt lehetetlen után tenni. A verserzenés esten Bence Ilona és Trokán Péter felidézte a legnépszerűbb magyar színész életét. Bácskai apám születésemkor elhagyott minket. Anyám édesapja Néhai Gundel Károly, a magyar vendéglátás művésze. Így aztán bácska helyett a Városligeti vendéglő sörkertje felett születtem, majdnem az állatkertben, mégis kicsit idébb éppen Krúdi Gyula bácsi asztala fölött, az állatkerti útról még ma is látható ablak mögött, 1931. szeptember 9-én, délután 00:30 ebédidőben. Később voltam diák, asztalos, hídmunkás, anyagátvevő, kőműves tanuló, gépkönyvelő, egyetemi hallgató, építészmérnök és színész. Ez utóbbiról nem kaptam hivatalos bizonylatot. Latinovich Zoltán feledhetetlen játéka beleégett a magyar közönség emlékezetébe. Legtöbben a Tóték őrnagyaként ismerhetik, de nem csak a színpadon, hanem filmekben is remekelt, mint például a Pacsirta, a Szegény legények, a Szimbád és az Ötödik pecsét. A színész óriás sokat viaskodott az akkori hatalom képviselőivel, ezért összeférhetetlennek és rendszerellenesnek tartották. Pedig Latinovich nem volt botrányhős, csupán mindig az igazat mondta, és célja volt egy olyan színház létrehozása, melyben hasonló szemléletű színészekkel dolgozott volna együtt. Sajnos azonban a kortársak meg nem értése felőrölte és depresszióba hajszolta a színészt. 1976. június 4-én sétára indult, és útközben is éppen egy szerepre gyakorolt, amikor Balatonszemesen halálra gázolta egy gyors vonat. Utókorra tett hatása vitathatatlan, így nem csoda, hogy a Szűz Mária Efezusi ház emlékezettel tiszteleg a színész óriás előtt. Most utolszor kezembe veszlek, s búcsúzom, mert eltemetlek. A fogyatékkal élő alkotók mutathatták meg tehetségüket a 35. alkalommal megrendezett úgynevezett Van Fesztiválon. A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület évek óta megszervezi ezt a fórumot, aminek idén Tamási adott otthont. Az idei év az egyik legsikeresebb év a Kaposvári Rotary Klub életében, hangzott el a jótékonysági szervezet hétvégi küldött gyűlésén. A fórumon az is kiderült, hogy a leköszönő Vimál Morapityjét a Kaposvári Kórház orvosigazgatója, dr. Káposztás Zsolt váltja az elnöki székben. Az ország minden pontjáról érkeznek érdeklődők a Szennai Népzenei Hagyományőrző táborba. A több évtizedes múltra visszatekintő programban idén is hangsúlyos helyen szerepeltek a somogyi zenék és somogyi népszokások. A
A citerások gyakorolnak a népzenei táborban. A kicsik és a felnőttek együtt szólaltatják meg ezt a magyar népi húros hangszert. Ebben a haladó csoportban mindenki évek óta játszik. 9 éve kezdtem el citerázni, szóval már elég régóta, a testvérem hatására. És ez az első alkalmam a táborban, és eddig még nagyon élvezem. És célom igazából nincsen, csak a szórakozás. Azért szeretem, mert ugye elég könnyen meg lehet tanulni a citerát, és nagyon szépen is hangzik, amikor játsszák szóval. Ezért szeretem nagyon. A Szennai Népzenei Táborban, azaz a Duda iskolába Husi Gyula népzenész már visszatérő oktató. Itt volt a kezdetekkor is 1979-ben. Az első a Szennában volt, utána mindig valamelyik más helyen, tehát a megyében máshol táboroztunk, és most egy jó néhány éve visszatért Szennába, és egy olyan célkitűzés van, hogy a somogyi zenét tanítjuk csak. Tehát más táborokban nem igen célozzák meg, hogy tehát egy-egy tájegység, vagy egy-egy kis szűkebb régió zenéjét, de itt tehát a somogyi és koncentráltan a szennai népzenére fektetjük a hangsúlyt. Tehát citera, furulya, vonósok, énekesek, tehát furulyások közt is, tehát van kis furulya, hosszú furulya, tehát a hagyományos zenei élet, ami a környékben volt, az itt fellelhető a tábornak. A citera az egyik legelterjedtebb hangszer volt egész Magyarországon. Köszönheti azt annak, hogy önállóan egy zenekart tud helyettesíteni. Tehát régen mindig szoktam példálózni a gyerekeknek, hogy tehát áram sem volt a házban, és régen is szerettek mulatozni az emberek, tehát ilyen citerával, furujával, ilyen hangszerekkel történt régen a mulatság. Előfordult, hogy még lakodalmakat is rendeztek citera szóra, esetleg furuja szóra. Én itt a környékben a művészeti iskolákban tanítok, hát elég népszerű a citera. Igyekszem én is úgy viselkedni, hogy népszerű legyek. Tehát nekem ez a hobbim a citera. Én készítem őket, meg kutattam, tehát manapság is lehet kutatni a citera múltját, játékát. Tehát ez teszi ki a hétköznapjaimat szinte. Régen is ez így működött, hogy kinek tehetsége, tudása szerint előfordultak változatok. Itt egy egyszerűbbtől a bonyolultabb változatig el tudjuk játszani most már. Tehát ez a haladó csoport. Van egy szomszéd teremben egy kezdőcsoport, ők még most kezdik, de tehát ott is nagyon ügyesek. A citera egyébként az egyik legősibb húros hangszer, játék közben asztalra fektethető, legegyszerűbb változatában téglalap alakú hasáb formájú. A citera félők családjába tartozó hangszerek a világ szinte minden táján megtalálhatóak, gyakran egymástól nagymértékben eltérő méretű és formájú hangszerek tartoznak ide. A citerák fontos közös jellemzője, hogy a húrok a hangszertest felett húzódnak végig, nyakuk pedig nincsen. Toponár történetét bemutató kiállítás nyílt nemrég a Toponári Tagiskolában. Csuma Szilvia, nyugdíjas óvoda pedagógus, több évtizede gyűjti a toponári értékeket. Az emlékek a település rész izgalmas történetét mutatták be. Korabeli fotók, bibliák, szőttesek, viseletek is láthatóak a Toponári Tagiskolában nyílt kiállításon. A pincében berendezett tárlaton Toponár története is felelevenedik. 1970-ig ugyanis önálló község volt, ekkor lett Kaposvár része. A 18. században települt ide a Festetics család, akik kastélyt, templomot, szobrot is emeltek itt. Toponárnak nagyon érdekes múltja van, és erre én is időközben jöttem rá,
És amikor az ember egy izgalmas regényt olvas, akkor mindig újabb és újabb lapokat, és már kíváncsi a végére, és még nincs vége, elmondanám. Tehát ugye nagyon nagy szeretettel, több évtized munkája volt ez, és ez csak egy szeletkéje. Úgyhogy jó lenne ezt majd még. Nagyon jó lenne, egy állandó kiállítás is lehetne majd, tehát van még terv. Nagyon érdekes dolog, például, hogy Toponárhoz hogy kötődik Széchenyi István, hiszen tudjuk, hogy Kaposvárnak ugye 1835-től az első díszpolgára, viszont aki az óvodát építette, Festetics Zicsi Karolina, Széchenyi a nevelőapja volt. Tehát igazából a Festeticsek, a Széchenyiek mind kötődnek valamilyen szinten Toponárhoz, és nagyon fontos megemlíteni az Árdát is, ami ugyan óvodából egybekötött volt, de az apácáknak nem csak az óvodások nevelése volt a feladat, hanem ők foglalkoztak a falu ifjúságával is. És itt tanultak a lányok kézimunkázni, a kelengyéjüket megvarni, és különböző vallási szervezeteken keresztül nagyon-nagyon jó közösségé formálódtak, mint a Mária Kongregáció, vagy a Szívgárda például. És erről is lehet olvasni is. És két olyan szemét emeltem ki, Keszthelyi Pétert, aki pap volt, bár nem Toponáron, de az apácáknál tanult, és az apácák nagyon büszkék voltak az ő petiükre. Itt a új miséjét, itt tartotta, és a 25 éves papi jubileumát is. Itt tekinthette meg ugye a vallásos hívő és nem hívő közönség, valamint Bajzik Erzsébet Ágota nővér, aki az isteni szeretett leányai rendnek volt a tagja, nem Toponáron, de 37-ben, amikor hazalátogatott, akkor az apácák nagyon boldogan írták a krónikájukba, hogy milyen büszkék Ágotára, aki olyan nagy hivatásra lett kiválasztva, hogy Bécsbe tette le az örökfogadalmat, és utána Brazíliába került betegápoló rendbe. Aztán Gottafel Rátában 43-ban visszarendelte a tartományfőnöknek, és ott is halt meg. A toponári értékek gyűjtésében a településrész apraja nagyja segített. Így több ezer dokumentumot gyűjthetett össze Csuma Szilvia, nyugalmazott óvodapedagógus. Köszönet tulajdonképpen még a Esperes úrnak, vagy Neumüller Miklósnak, mert ott papi albumok voltak találhatók, sajnos már egyre kevesebb, mert aztán amikor Lóth József Esperes úr meghalt, akkor úgy a rokonság nak is megtetszettek ezek az albumok, de még elég van, tehát ez egy régi gyűjtés. Sőt, hát a falu népétől is nagyon sok mindent próbáltam, én már 20-25 éve, de akkor még nem voltak ilyen eszközök, és most, mikor mondtam, hogy nem kell, hogy odaadják, le fogom fotózni, így egyszerre nagyon sok minden került az én birtokomba, és ez, tehát látni, két dolgozatot is írtam, az egyiket Mária oltalmában címmel az óvodáról, hiszen 17 évig itt voltam óvónő, a másik pedig az én szeretett óvónénimről, Katónéniről szól, és mindegyiket itt meg lehet tekinteni. Érdekesség még a hátam mögött lévő imakönyvek és nagyon értékes könyvek, akár egy Gönczi gyűjtemény, vagy az ember tragédiájának az a példánya, amit Zicsi Mihály illusztrációval van díszítve. Toponári Márit is lehet látni, az ő történetéről is lehet hallani. Ő eredeti toponári ünneplő ruhában van, hiszen a toponári lányok nagyon szerettek állítólag öltözködni, egy bár alkalmával 5-6-szor is átöltözködtek. Az itt látható kis pici ágyikot pedig egy volt óvodásom, Nagy Norbi készítette, hiszen ide egy nagy ágy nem lett volna jó, ha azt ide beraktuk volna, mert hát azért a maga kiállítás is kicsi, de én úgy gondolom, hogy minden lényeges dolgot azért meg lehet találni, és a jövő nemzedékének nagyon fontos, hogy szeressék, ahol éljenek. Hát hogyan fognak akkor, hogyan becsülik meg akkor az itteni, és amit nem szeretünk, ugye, hát ha nem ismerünk, nem is szerethetjük. Csuma Szilvia azt szeretné, ha egy állandó tárlaton lehetne megtekinteni a gyűjteményét. Új műsor, legközelebb 2 hét múlva, augusztus 2-án szerdán jelentkezünk. Nézzék akkor is a Géniuszt. Viszontlátásra!